Erős vár a mi Istenünk, boldog új évet kívánok, szervusztok gyerekek! Mondanám, hogy örülök, hogy látlak benneteket újra, de hát ez most sajnos itt nem áll fenn. Remélem viszont, hogy ti láttok engem. Azt remélem az szintén, hogy egyikőtök sem volt beteg, meg a családban sem, ne is legyen, és ezután is vigyázzatok kérlek egymásra. Egy nagyon pici kis szomorúságomnak is hadd adjak hangot most itt. Még a legjobb tanulók is, akik egyébként már a legalább a korábbi leckékre megfogalmazott kis kérdésekre, házi feladatokra megadták a választ, és nagyon köszönöm, itt nagyon dicsérem őket, ők tudják, hogy kiről van szó. Most itt nem akarom sorolni a neveket, nem olyan sokat kéne sorolni, tehát azért most még változatlanul mondanám azt, hogy az első leckéktől kezdődően, aki még eddig nem tette meg, hogy legalább azt a kis egyszerű választ megadja, az kérem, hogy azt pótolja. Nem árt, hogyha megnézitek újra és újra ezeket a kis videókat, mert ez az, ami igazából tulajdonképpen a hittannak, az itteni hittannak az anyaga, vagyis hogy egy kicsit ismerkedjünk a Bibliával, ez még azért messze-messze nem mély Biblia ismeret, tehát attól ne féljetek, hogy túlságosan tele lesz a fejetek valamivel. Tehát dicsérem azokat, akik megtették, de a legutolsó leckéről még nem kaptam meg a választ senkitől, tehát az, amit közvetlenül az új év utolsó napjaiban küldtem el nektek, még a karácsony előtt, úgyhogy azt kérlek, hogy nézzétek meg, ha valami nem világos, akkor keresétek vissza az előző videókban, jó lenne, hogyha egy picit tudnánk együtt haladni. Tehát a Biblia, ez a szép vastag könyv, ugye mivel kezdődik? Hát a világ teremtésével, de mindjárt kétféleképpen is leírja a világ teremtését, egyszer a hatnapos formában, és a másik pedig az az Ádám és Évás történet, amit olyan nagyon szépen lehet ábrázolni is, tiltott fával, a kígyóval, a Évával és Ádámmal, amint éppen szakítanak a tiltott fa gyümölcséből, és aztán ugye emiatt kell elmenniük az édenkertből. Utána mindjárt folytatódik az ő gyermekeik, Káin és Ábel történetével, ahol már megjelenik a viszály, a testvérharc, ugye, mint tudjuk, Káin féltékeny a testvérére Ábelre, ezért agyonüti, és ezután, ahogy az emberek elszaporodnak a Földön, hát bizony elszaporodik az erőszakosság is. Tehát az özönvíz története, ami nagyon sok más népnek és vallásos kultúrának a hagyományában, a mitológiájában is megtalálható, ennek az özönvíz történetnek a szerepe valójában az, hogy azért azt is megmutassa, hogy Isten nem tétlen szemlélője annak, amit az ember csinál, hanem hát bizony azért következményei is vannak. Mert elszomorodott az Isten, hogy az emberek annyira erőszakosak, és megbánta, hogy ember teremtett. És ezért bocsátja az özönvizet a világra. Aztán az özönvíz után még a Bábel tornya, ami az őstörténethez tartozik, és ugye, mint mondtam, ezek ilyen világmagyarázó képek vagy metaforák tulajdonképpen. Miért van egyáltalán valami? Azért, mert Isten megteremtette. Miért nem jó minden, vagyis miért van rossz és miért van szenvedés a világban? Az ember bűne miatt. Tehát mindjárt személyes érintettséget is biztosít számunkra a teremtettséggel kapcsolatban ez az elbeszélés, hogy érezzük úgy, hogy mi nem lehetünk külső szemlélődői annak, hogy hát van ez a világ, aztán az Isten meg csinál valamit, ha csinál, vagy van Isten, vagy nincs Isten, én meg így el vagyok magamnak, hanem hogy igenis ezt behelyezi egy értelmezési keretbe, ami azt jelenti, hogy Isten akarja a világot, az Isten jónak és szépnek teremtette a világot, és nekem közöm van ahhoz, hogy a világban vannak bajok és szenvedések. Nem mondhatom azt, hogy csak mások miatt van. Tehát az ember bűne miatt van a szenvedés, mint mondtam, tehát Isten nem tétlen szemlélője a történetünknek és az életünknek, hanem igenis van következménye, tehát igenis Isten büntet, ítél, de ugyanakkor kegyelmes is, hiszen látjuk, hogy a özönvíz előtt Noét fölkészítette arra, hogy bárkát építsen, és az állatokat is, állatokból is megmentsen, és az emberiség is újra benépesíthesse a Földet, méghozzá nem is akárhogyan, mert amikor azt határozták el, hogy most mi egyek maradunk, és feljutunk az Istenig magas tornyot építve, akkor Isten összezavarta a nyelveket, félbe maradt a torony építése, és szétszélettek a Föld színén. Nagyon szép magyarázat arra is, arra a tényre, amit tapasztalunk és amiben élünk, hogy miért van annyiféle nép, miért van annyiféle nyelv, miért kell dolgozni azon, hogy megértsük egymást. Na tehát ez lett volna az őstörténet. Azután következik az ősatyák története, vagy a
korszaka, ugye kivel, na hát kívánosan, mint Ábrahámmal, akit Háránból hívott el az úr, felesége volt Sára, öregségükre született meg az ígéret gyermeke Izsák, akivel egyszer volt még egy ilyen próbatétel is, és aztán Izsáknak lett a felesége Rebeka, nekik született két ikerfiúk, Ézsau és Jákob, Ézsau született pár perccel hamarabb, de mégis Jákob lett az első szülött, az ő kalandos történetük, az úgy folytatódik, hogy aztán ugye Ézsau már haragszik Jákobra, amiért megszerezte előle az atyai áldást, de aztán végül kibékülnek. Jákobnak születik 4 nőtől 12 fia és egy lánya, és ez a 12 fiú lesz Izrael népének, a 12 törzsének az ősatja. Miért Izrael? Mert Jákob Istentől ezt az új nevet kapta. Jákob csalót jelent, Izrael pedig Isten harcosát. Tehát Izrael népe 12 törzsének az ősatjai Jákob fiai. A 12 fiú közül József története az, amelyik egy kicsit bővebben is ki van fejtve. József az, akire féltékenik a testvérei, mert őt jobban szereti az apjuk, meg fiatalabb és stb. Egyiptomba kerül rabszolgaként, ahol magas beosztásba kerül, és amikor éhínség lesz a földön, akkor mindenhonnan oda mennek Egyiptomba vásárolni. József testvérei is mennek gabonát venni, József felismeri őket, egy kicsit leckészteti, majd aztán kibékül velük. És ennek révén tud az egész család Egyiptomba költözni, ahol Gósen földjén, egy nagyon jó, gazdagon termő földön telepednek le. De aztán telnek múlnak az évek, évszázadok, és hát ahogyan ugye váltják egymást az uralkodók, már nem tudnak arról, hogy itt József családjáról van szó, hanem csak egy idegen betolakodó népet látnak bennük, akiket aztán hát rabszolgaként keményen dolgoztatnak, építkezéseken és más munkákra is befogják őket. Ebben a nehéz helyzetben jelenik meg Mózes, aki ugye különös módon kerül aztán itt képbe, megszületik egy izraelita asszonytól, de aztán a fáraó lánya neveli föl, és akkor Mózes révén történik az, hogy akkor már rabszolgasorba süllyedt népet Isten kimenti az egyiptomi rabszolgaságból, Páska ünnep, átkelés a Vörös-tengeren, és akkor pusztai vándorlás, szövetségkötés, pusztai vándorlás, és amikor elérnek ugye, Kánaán országához másodszorra, már 40 év bolyongás után, a Jordán folyón átkelve, akkor már nem Mózes, hanem Józsué, az ő utódja vezeti be a népet. Amikor elfoglalják Kánaánt, ugye ez úgy gondolnánk el, vagy hát talán egy kicsit ezt csugalja még Józsué könyve is, hogy egy ilyen nagy harci cselekmény volt, ahol benyomultak ebbe az országba, és aztán északtól délig, mindenütt, kelettől nyugatig mindent elfoglaltak és letelepedtek. Hát ez nem egészen így történt, az ott élő népekkel muszáj volt valamilyen módon együtt élniük, hát nem írtották ki őket, hanem ott voltak közöttük, nyilván ezek más isteneket imádtak, ebből állandó konfliktusok lettek. Tehát minden esetre 12 törzs letelepszik ezen a területen, és a térképen lehet is látni, hogy hogyan helyezkednek el. Most érdekes, hogy a 12-es száma nagyon fontosnak tartja a bibliai szöveg, és ugye mivel Lévi törzse nem kapott területet, miért nem kapott vajon? Hát mert ők voltak a papságnak a képviselői, tehát ők a kultuszban munkálkodtak. Ugye papok vitték a Frigyládát akkor is, amikor Jerikót bevették, ők fogták és mentek a hadsereg előtt, papok álltak a Frigyládával a Jordánban, amíg átkelt a nép, tehát szóval azért a kultusznak nagyon is gyakorlatias jelentősége volt, tehát azt mondja, a papok azok nem dolgoznak, hanem csak mások tartják el őket, de pontosan nagyon is fontos szerepe van a kultusznak, a vallásnak. Innen maradt meg a tizek fizetés, ugye a többi törzsből a elsőszülött fiúk kiváltására, ugye őket nem kellett az úr szolgáltába állítani, hanem az ő kiváltásukra ezt hát végül is anyagi javakkal váltották meg, és így tudott Lévi törzse megélni. Tehát ezért nem volt nekik földterület, amit megműveltek volna. Viszont a 12-es szám, ott mégis fontosnak tartották, és ugye itt csak 11 maradt volna, ezért a 12 úgy jött ki, hogy nem József törzse
számított, úgymond, hanem József két fia, Manassé és Efraim lett egy-egy törzsnek az ősatja, tehát így már Manasséval és Efraimmal valójában újra megvolt a 12-es szám. Ezt követő 250 év az egy olyan korszak, amit ugye bírák korának nevezünk, hát a bíróról először mi jut eszünk be, hát aki a bíróságon ugye ítéletet mond, hát lehet peresügyben is, polgári peresügyekben, vagy akár büntető ügyekben is kimondja az ítéletet. Vagy hát mondjuk olyan a régies elképzelés, hogy ilyen risporos parókával ül, és egy kalapács van a kezében, amivel rákoppintott az asztalra, akkor az már érvényes volt, és már akkor nincs fellebbezésnek helye, stb. Tehát ugye így képzeljük el a bírát. De bizonyos szempontból ezek az ószövetségi bírák is valóban ilyen igazságszolgáltató szerepet is betöltöttek, tehát hozzájuk mentek a vitás ügyekben, hozzájuk fordultak az emberek, és akkor ők hoztak döntést. Valószínűleg volt az ő tisztségű betöltésében olyan szerepe a választásnak is, tehát hogy kiválasztották őket, de vannak olyan bírák is, akik valamilyen módon a rátermettségük, a karizmatikus adottságaik révén váltak bírákká. Na most ez a forma, az államforma, amiben akkor éltek, ezt egy későbbi görög kifejezés alapján amfiktióniának nevezik, ami a görög városállamoknak valamilyen ilyen védszövetsége volt, egy bizonyos fajta vallási kultusz köré kialakulva. Na most tulajdonképpen itt adott a vallási kultusz, hiszen a Jahve, az egyistennek a tisztelete volt a központja, a központi rendező elve Izrael életének, tehát a törzsek akárhol is helyezkedtek el, mindenütt ugye az volt az ő hát lelkükre csomózva, hogy ne feledkezzenek meg arról az Istenről, aki hozta őket Egyiptomból, a szolgaság házából. Tehát valahol kialakítottak egy kultusz helyet, ugye ami a pusztai vándorlás alatt a sátor volt, építettek valahol egy oltárt, ezek a helyek ezek általában változtak, volt amikor hosszabb ideig is ugyanaz volt. Azt valahol nyilván őrizték a szent ládát, meg azokat a szent tárgyakat, amelyek ehhez az időszakhoz kapcsolódtak. És hát ott voltak ugye papok, akik pedig elvégezték a kultuszi feladatokat, az áldozat bemutatását. Tehát ez egy ilyen laza törzsszövetség volt igazából, és hát nyilván mivel ott más népekkel is keveredtek, vagy hát nem olyan értelemben, már valószínűleg olyan értelemben is keveredtek, de ugye elvileg nem lett volna szabad más népekkel keveredniük, de a kultúrájukat, a vallásukat, a szokásaikat néha átvették. Na most, hát itt jön a bírák korának ez a sajátos sémája, hogy mindig azzal kezdődik, hogy a nép azt tette a nép, amit az Úr nem szeret. Hogy is van ez pontosan, itt kimásoltam ezt a mondatot. Izrael fiai azt tették, amit rossznak tart az Úr. Ugye hát mit tartoztak az Úr? Az, hogyha nem az ő törvényei szerint járnak, hanem vagy majd más istennek mutatnak be áldozatot, bálványnak, szobornak, ennek, annak. És hát annak a következménye az lett, hogy Isten őket figyelmeztette azzal, hogy büntette. Most többnyire pont annak a népnek a fenyegetésével büntette őket, akinek a szokásait átvették. Hát mondjuk átvettek egy valamilyen vallási kultuszt, akkor az a nép pedig ugye hát basáskodott fölöttük, elvették a gabonájukat, rendszeresen zaklatták őket, stb. És akkor nagyon elegük lett ebből Izrael fiainak, akkor azt mondták, hogy most már valami történjen már, és akkor hát valahogy eszükbe jutott, mint hogy Egyiptomban is, hogy lehet az Úrhoz kiáltani. Az Úrhoz kiáltottak, és akkor vagy néha nem kiáltottak, és ennek ellenére az Úr támasztott egy Szentlélektől fölkent, rátermett karizmatikus embert, aki valamilyen hát hőstettel kivívta a népnek a bizalmát, aztán ő hadba szólította a harcedzett vagy hadrafogható férfiakat, és legyőzték az ellenséget. És akkor újra megint nyugalom volt az országban, békén hagyták őket, és akkor aztán szépen kezdődött megint előről, hogy megint elkezdték azt tenni, nem, amit az Úr nem szeret, és akkor megint kellett egy újabb bíra. Na hát egy kicsit ez a körforgásszerű séma az, ami jellemző a bírák korát, ezt a kb. 200-250 évet.